Zrínyi Miklós kiváló hadvezéri tulajdonságai mellett a hazai hadelméleti irodalom megteremtőjeként tudományos munkásságával is maradandó értéket alkotott. 2020-ban hadtudományi műveit nemzeti és katonai értékei miatt felvették a Honvédelmi Értéktárba. Az értéktár kezdeményezésére idén összesen 100, tehát a kadétképzésben résztvevő valamennyi iskola megkapja a Zrínyi hadtörténeti írásait tartalmazó könyvcsomagot. A Csepeli Weiss Manfred Technikum szakképzőiskola és kollégiumba Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, az Ágazati Értéktárbizottság elnöke személyesen vitte el a köteteket. Mint mondta, Zrínyi írásaival nem csak saját korának és a katonáknak, hanem az egész mai Magyarországnak üzent. Azt szokták mondani a katonák, hogy Zrínyi Miklós nekik a hazaszeretet mintaképe. És minden, ami ma egy katonának, egy magyar honvédnek, egy magyar hadaprodnak fontos, az Zrínyi Miklós életén, életművén, az mind kiolvasható belőle. Az eseményen elhangzott. A Honvédelmi Értéktár javaslatot tett arra, hogy Zrínyi Miklós hadtörténeti műveit a magyar tudáshoz, értékrendhez, hagyományhoz való szerves és egyértelmű kapcsolódása okán hungarikummá nyilvánítsák.